hosszú fekete szőrű Grönendél, a hosszú mahagóni vörös szőrű Tervüren, a rövid mahagóni vörös szőrű Malenoa és a szálkás szőrű Lekenoa a belga juhászkutya négy különböző változata, amelyeket a különböző országos és nemzetközi kutyás szervezetek egyaránt elismernek. Az egyetlen kivétel a Lekenoa, amelyet az Egyesült Államok Kennel Klubja nem tekint önálló változatnak. A belga juhászkutyák négy változata nem a különböző környezeti feltételek hatására jött létre, hanem kizárólag az emberi tenyésztő munka eredménye, amely kevesebb mint 10 év alatt kialakította a fajtára jellemző morfológiai sajátságokat. Ebben az egyedi esetben az embernek sikerült 4 olyan kutyát létrehoznia, amelyek színükben és szőrzetükben különböznek, de testfelépítésük és viselkedésük hasonló. Mindez a genetika törvényeinek ismeretén alapult, amelyek utat mutattak az első szelekciós tevékenységnek. Az 1800-as évek végén Rohl professzor, a Kuregemi Állatorvosi Főiskola igazgatója 20 évet szánt a fajta szelekciójára, míg végül sikerült megalkotnia a standardet. Az ő tanulmányai és kísérletei nélkül a júnyájat terelő, különféle színű, kistermetű kutyák teljesen más fejlődési irányt követtek volna. Mára ez a fajta eleganciájával és különleges tulajdonságaival megnyerte a rajongók szimpátiáját, és világszerte jó hírnévnek örvend. A belga juhászkutya feje finoman cizellált, hosszú, de nem túlzottan száraz. A koponya és az arcorri rész nagyjából egyenlő hosszúságú. Az orrtükör fekete, az orrnyílások nyitottak. A stop határozott, de nem túlzottan markáns. A közepes nagyságú szemek pedig nem emelkednek ki, de nem is mélyednek be, és enyhén mandula alakúak. A tekintet élénk, tiszta és intelligens. A fülek háromszög alakúak, magasan tűzöttek, merevek, egyenesek, méreteik arányosak. A 62 cm marmagasságú belga juhász nagy testű, de nem túl nehéz. Mellkasa nem széles, de mély és lefelé ereszkedik. A fartájék enyhén hajlított és nem túlzottan széles. A mellső végtagok szilárd csontozatúak, száraz és erős izomzatúak. A mancsok inkább kerekek, vastag és rugalmas talppárnákkal. A hátulsó végtagok erőteljesek, a combok szélesek és jól izmoltak. A mancsok enyhén ovális alakúak. A szépen illeszkedő farok közepesen hosszú, az alapjánál vastagabb. A dús, sűrű, olajos ajszőrzetű bunda a Tervürennél hosszú és mahagóni vörös színű, fekete maszkkal. A Malenoa esetében rövid és mahagóni vörös színű, fekete maszkkal. A Grönendélnél hosszú és teljesen fekete. A Lekenoánál pedig durva és mahagóni vörös, az arcorri részen és a faroknál fekete szőrvégekkel. Az őrzővédő kutyának is kiváló, rendkívül jó szagló érzékű és intelligens belga juhászkutya különösen társaságkedvelő, szeretetteljes a gazdájával és gyengéd játszótársa a gyermekeknek. Mindezen jellemvonások megkülönböztetik a többi fajtától, és arra késztet minket, hogy előnyös tulajdonságainak kifejlődését elősegítsük. A szigorú szelekciós elvek alapján tenyésztett, tökéletesen kiegyensúlyozott jellemű fajta minden kétséget kizáróan komoly értékkel bír.
A gazdának minden érzékenységére és ösztönére szüksége van ahhoz, hogy a pszichológia szintjén is megértse kutyáját. Jó kapcsolatuk révén a belga juhász kiképzése a többi fajtáival összevetve szinte gyerekjáték. Ösztönös merészsége és főként élén kíváncsisága hihetetlenül fogékonnyá teszi a parancsok iránt. Ezt a nagyszerű kutyát jelenleg őrzővédőként alkalmazzák, de lelkében még őrzi annak az aprócska pásztor kutyának a szellemét, aki a nyájat terelte a belga lapájon. Azon elhatározásunkat, hogy családunkat egy belga juhászkölyökkel gazdagítjuk, néhány alapvető megfontoláson alapuló gondos mérlegelésnek kell megelőznie. Először is végig kell gondolnunk, elegendő tér és idő áll-e rendelkezésre, hogy lehetővé tegye a kölyök egészséges növekedését és megfelelő nevelését. Ha mindez megvan, jöhetnek az újabb kérdések, amelyek közül a leglényegesebb az, hogy milyen célból szeretnénk kutyát. Mielőtt beszereznénk új kedvencünket, mindig érdemes rábízni magunkat egy olyan tenyésztő tanácsaira, aki évek óta foglalkozik a fajta szelekciójával. A kutyakölyök ideális életkora 10-16 hét. Egyrészt ez az átadás általánosan elfogadott időpontja a tenyésztők részéről, másrészt a fiatal állatok ebben a korban már túl vannak az első oltásokon és féreghajtó kezeléseken. Ezen kívül ilyenkor válnak alkalmassá a gazda parancsainak megértésére. Egy másik fontos mérlegelendő szempont a kölyök neme. Sokan meg vannak győződve arról, hogy egy kan nem okoz annyi gondot, mint egy szuka. Egy felnőtt szuka azonban évente csak kétszer, összesen 30-40 napig ivarzik, míg egy kan, aki néhány kilométerről is megérzi a tüzelő szukák szagát, egész éven át szexuális izgalomban élhet. Ezen kívül a szukák a kanoknál általában jóval kedvesebbek és engedelmesebbek. A kan nagyobb, erőszakosabb és sokkal függetlenebb jellem. A belga juhászból kiváló őrzővédő kutya válhat, de feltűnő intelligenciájának és változatos készségeinek köszönhetően optimális versenykutya, a vakok megbízható kísérője és, természetesen, a család valamennyi tagjának játékos és hűséges barátja. Egy kölyök felnevelése jelentős energiát.